Arra számolunk, hogy talán a legkomolyabb mérkőzés következik most a Dunaújvárosi, hiszen idegenben játszunk. Az elmúlt évek során soha nem volt könnyű, mindig nagyon-nagyon szoros kikimérkőzés játszottunk idegenben a Dunaújvárossal. Erre készülünk most is. A terveink szerint szerdán elmegyünk és megnézzük őket a helyszínen, a Ferencváros ellen, amikor otthon játszanak, és nagyon-nagyon komolyan tényleg van egy hetünk. Nagyon remélem, hogy szépen a sérültek is, akik tudnak, visszajönnek, csatlakoznak. Mert azért azt is látni kell, hogy ez a kézilabda, amit szeretnénk játszani, ehhez minimum két sor kell, és folyamatosan cserélni, rotálni kell a játékosokat. Ez az Eto Dunaújváros, Dunaújváros Eto, ez mindig egy óriási rangadó, szerintem helyezésektől függetlenül. Ehhez képest mennyire kell máshogy készülni egy ilyen mérkőzésre? Valóban így van, ez mindig rangadó, de tényleg azt gondolom, hogy a legnehezebb idei ellenfelünkkel játszunk, minden tisztelet és becsület például a mai Debrecennek is, de nagyon komoly játékerőt képvisel, nagyon jó koncepciót, ami eddig csinálnak, az elismerésre méltó, úgyhogy nagyon komolyan fel kell készülnünk. Teljesen olyan lesz, mint egy BL mérkőzés.